Átadták a Steller Mária védőnői díjakat, az elismeréseket a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve alapította 2020-ban. Az elismeréseket idén is 20 kiemelkedő munkát végző szakember vehette át. Benede Attila államtitkár a Híradónak azt mondta, a kormány is segíti a védőnői szakmát. 2010 óta immár a másfélszeresére emelték a támogatásukat. A magyar védőnők olyan sokrétű tevékenységet visznek, olyan sok mindenben segítik a kisgyermekes családokat, sőt már a várandósokat, amit mindenképpen meg kell említeni, amire mindenképpen emlékezni kell, és amit mindenképpen ünnepelni kell, hiszen az ő tevékenységük nélkül bizonyosan nem tartana ott a nemzet, ahol tart. Büszke lehet rá a magyar egészségügy, és büszke lehet rá a magyar családügy is.